Az idei komáromi napok egyik legjelentősebb, számomra kedves nyitó eseménye, hogy Mokos Attila, a Komáromi Jókai Színház színésze, társulati vezetője, csillagot kap a hollywoodi Walk of Fame mintájára kialakított kis komáromi csillagsétányon. A Komáromi megye utcán járunk, mögöttem a Tatra mozi patinás épülete látható, mely üzemeltetőjének köszönhetően az elmúlt években a legjelentősebb egytermes mozivá nőtte ki magát Szlovákiában. Attila idén a magyar és a szlovák színész, filmes szakma legrangosabb elismeréseit zsebelte be. Márciusban Csák János minisztertől átvehette a Jászai Mari díjat Magyarországon, Szlovákiában pedig a Filmes Akadémia Slunkov Szilti, azaz Napa Hálóban díját két kategóriában is elnyerte. A Piargi című filmben a legjobb férfi főszereplő alakításáért, a Fehér lovon fekete című filmben pedig a legjobb férfi mellékszereplő alakításáért vehette át ezt a rangos elismerést. Mokos Attilának ezúton is szívből gratulálok.